szeretettel köszöntöm Önöket a 2015. évi Szociális Munkanapja alkalmából rendezett városi ünnepelteket. Köszöntöm a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ munkatársait, a Kazincbarcikai Város Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, a Borsodabolyzemplén Megyei Kormányhivatal, Kazincbarcikai Járási Hivatalának vezetőit, a képviselőtestület tagjait, az intézményvezetőket, cégvezetőket és minden kedves meghívott vendégünket. Felkérem Szitka Péter polgármester urat, Klimon István alpolgármester urat és István Zsolt igazgató urat, tartsák meg rendhagyó, közös ünnepi köszöntőjüket. Kicsit olyan, mint a három tett. Hölgyeim és uraim! Kazincbarcika város önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. És egy kicsit talán tényleg azért rendhagyó, és tesszük egy picit talán minden egyes évben kicsit rendhagyóbbá a megnyitókat, hogy emlékezzenek rá. Úgy emlékezzenek rá, mint ahogy mi is emlékszünk rá. Mondom ezt azért, mert látván azokat a képeket, amikor Önök fáradtak be és elfoglalták a helyeiket, azért az Önök életében az, hogy mosoly, vidámság, az, hogy jó kedv, az, hogy türelem, az, hogy szakértelem, azért az úgy uralkodó. Még akkor is, amikor bal lábbal kelnek fel. És mikor készülünk a szociális munkanapjára, akkor mi már mi is lennem, nem tudjuk. Tehát, hogy ezeken a rendezvényeken itt azért kőköve nem marad. Itt mindig az, hogy Önök ünnepelnek, az egy nagyon szívet melengető dolog, és nagyon egyedi. És ahogy említettem, ez abból fakad, hogy Önök valamennyien egy nagyon mesés és tünemény ember. Mert hogy olyan dolgot látnak el, és olyan feladatot látnak el, amit mi nem győzünk nap, mint nap köszönni. Egész a pici babától, egész amikor már deresedik az embernek a feje, és ugye már, hát már sok minden csak gondol, és végig gondol. Úgyhogy én vagyok abban a kivételes helyzetben, tudom, hogy mi fog történni itt most a színpadon. És ugye azt mondom, hogy nem. Nem véletlenül utaltam a három tenorra, tehát hogy nyilván valamilyen zene lesz. És én tudom, hogy ki fog majd énekelni. Jó lesz. Nagyon jó lesz. Nagyon jól fogják magukat érezni. Ilyen jól fogják magukat érezni. És néhány mondatot majd a kollégáim is mondanak, igazgató úr is, és alpolgármester úr, ezt követően természetesen a nemes kitüntetésekre kerül sor, akiknek ugyanúgy, mint valamennyiünknek szeretnénk megköszönni, és mégis egy picit jobban, és utána pedig, ahogy említettem, kőkövön nem marad. Úgyhogy a Jóisten éltesse Önöket, mindannyiukat. Ezt a jó kedvet, ami most itt az előbb elindult, ezt töltsék fel, amennyire csak lehet, vigyék magukkal az elkövetkezendő évre is, és legyenek nagyon boldogok, nagyon vigyázzanak magukra. A Jóisten éltesse Önöket, jó egészséget, és az Isten éltesse Önöket a szociális munkanapjával itt Kazincbarcikán. Nagyon-nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én magam is mindenkit a mai napon, és én nem szeretnék nagyon sokat beszélni, keresem a megfelelő idézetet, mert a polgármester úr ki szokta emelni, hogy általában én énekelek, ő táncol. Ha ez pedig nem következik be, akkor ő mond egy beszédet, én pedig valamilyen helytálló idézettel szeretek kedveskedni. És kerestem, de nem nagyon találtam, még nem az utolsó pillanatban, mielőtt följöttünk a színpadra, sikerült egy
önök munkájához, a mai naphoz, és talán az önök teljes életéhez megfelelő és ideillő idézetet magamévá tenni, ami így szól, hogy élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de hiányozzál onnan, ahonnan elmész. Ez az önök munkája és ez az önök élete. Nem mindenhol venni észre önöket, de nagyon hiányoznak, ha nincsenek ott. Köszönjük szépen, Isten értessen önöket! Azt gondolom, hogy nagy megtiszteltetés a mi szakmának az, hogy városunk két vezetője köszönt minket egy színpadról. És nem beszéltük össze a polgármester úrral, de valóban a mi szakmánk egy olyan furcsa szakma, mondhatom azt talán, hogy hivatás, ami az ember egész életét végigkíséri. Születéstől a halálig. Hiszen mi történik akkor, amikor megszületik egy kisgyermek? Szülei egy idő után érkezik az a pont, hogy vagy a munkavilágába, vagy pedig a sajátos családi állapotoknak való megfelelés miatt, de segítséget kérnek arra, hogy a gyerekeket vagy a gyerekeiket valamilyen módon más segítsen nevelni. Mi ott vagyunk és segítünk a bölcsödéinkkel, magas színvonalon. Mi történik akkor, amikor ez a gyermek óvodás, iskolás lesz, de nem úgy alakulnak a dolgai a családban, ahogy kellene. Problémák merülnek fel, sok minden másképp alakul, mint ahogy kellene. Akkor mi megint csak ott vagyunk, és a család segítő, illetve a gyermekjóléti szolgálat segítségével mi segítünk. Ez a felnőtt gyermek, aki felnő idővel családot alapít, szintén problémák vannak, nehogy Isten, sajnos egyre több ilyen helyzet van, akkor mi megint csak ott vagyunk, és a családsegítők szintén segítenek ebben a problémában. Mi történik akkor, hogyha egy felnőtt ember lábalon kicsúszik a talaj, nem tud kibe kapaszkodni, nincs környezete, nincs hozzátartozója, nincsenek barátok, elkoptak az ismerősök. Akkor mi ott vagyunk, és segítünk ennek az embernek azért, hogy életben maradjon, gondozzuk, ápoljuk a hajléktalanlátás intézménye segítségével. Vannak olyan élethelyzetek, amikor akár balesetből, akár valamilyen betegség folytán az emberek különböző fogyatékkal, vagy bármilyen egyéb testi vagy szellemi rendellenességgel működnek, de élik egyébként teljes életüket. De akkor a család megint csak segítségért fordulhat hozzánk, hiszen van olyan intézményünk, ahol itt is tudunk segíteni az emberekkel, a kincsen napközi a fogyatékos személyek nappali ellátását. És elég az az időpont, amikor az idős, szépkorú kor elérkezett, és el kell dönteni az idősnek, hogy milyen típusú ellátást vesz igénybe. Mi bármilyen típusú ellátást tudunk biztosítani, segítünk. Hogyha egy napközbeni ellátásra van szükség, akkor azt biztosítjuk az idősek klubja szolgáltatásaink keresztül. Hogyha esetleg egy otthoni segítségnyújtásra van szükség, akkor ezt biztosítjuk a házi segítségnyújtáson keresztül. Vagy hogyha mondjuk alapszükséglet kielégítésére van szükség, akkor az étkeztetés szolgáltatást biztosítjuk. Segítünk ebben az időszakban is. És hogyha elérkezik az az időszak, az a kor, amikor a család, illetve az idős már nem biztos, hogy másképpen meg tudja oldani az idős ember ellátását, akár mentális, fizikális, vagy az idős korára való tekintettel, akkor megint csak ott vagyunk mi, akik segítünk ezeken az embereken, az időseken. Három bentlakásos intézményünk áll rendelkezésre, a gondozóház időszakos jelleggel, illetve a két végleges elhelyezést biztosító idősek otthonai. És természetesen életük végéig tudunk segíteni ezeknek az embereknek otthon biztosítási jelleggel. És ezeket a munkákat végezzük ma, mi, mindannyian, és azt gondolom, hogy ezek a munkák annyira fontosak az egész világon, de most itt Kazincbarcikán vagyunk, hogy azt gondolom, hogy Kazincbarcik a lakossága nevében mondok én köszönetet, ami azt gondolom, hogy nem nagy szó, és azt gondolom, hogy ez a fajta segítség, amit mi szociális szakemberek tudunk nyújtani az év 365 napján, ez ezen a napon igenis megérdemli azt, és megérdemeljük azt, hogy a mai nap rólunk szóljon. Én nagyon büszke vagyok arra is, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök a Szociális Munkanap alkalmából. Köszönöm szépen!
kérem, hogy maradjon a színpadon. A következő percekben elismerések és kitüntetések átadására kerül sor. Az igazgatói elismerések átadására felkérem István Zsolt igazgatórat és Karikás Lajosné igazgató helyettes asszony. A 2015. évi Szociális Munkanapi Ünnepség alkalmából igazgatói dicséretben és tárgyjutalommal részesülnek a különböző intézményi egységek munkavállalói. Elsőként Adorján Béláné, az első számú bölcsöde kisgyermeknevelője. Szeretném megkérni, hogy egy közös fotóra maradjanak a színpadon. Áll Györgyné, az első számú idősek klubja kisegítője. Éjjeli menedékhely és nappali melegedő szociális asszisztense. Szeretnénk a színpadra kérni Kín Istvánnét, az első számú idősek klubja szociális gondozója ápolóját. Kovácsné Mecsei Zita, a Családsegítő Szolgálat családgondozója. Színpadra szólítjuk Leskó Erikát, a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóját. A következő Magyarné Bari Márta, a második számú bölcsöde kisgyermeknevelője. Kassai Márta, az első számú bölcsöde kisgyermeknevelője. Thank you.
Robertné, az első számú idősek otthon a szociális gondozóvalóság. Következő Szabóni Vitál, a NIKO, a második számú idősek otthon a szociális gondozóvalóság. Stupák Péterné, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ügyvédjét. Vajner Sándorné, az egyes számú idősek otthona kisegítője. Most pedig következzen a közös fotó. Következő percekben a Kazincbarcika város polgármesteri jutalmainak átadása következik. A kitüntetések átadására tisztelettel felkérem Szitka Péter polgármester urat és Kliman István alpolgármester urat. Kazincbarcika város polgármesterének elismerő oklevelét kapja Császár Antalné, az étkeztetés, házi segítségnyújtás, szociális gondozója, ápolója. Császár Antalné 1989. augusztus 1-én kezdett segélygondozóként dolgozni az Idősek Klubjában. Az itt eltöltött évek után 1993. május 1-én a házi segítségnyújtásnál folytatta a munkáját. 1995-ben megszerezte a szociális gondozó és ápolói szakképesítést. 1997-től 1997-ig a Berentei Idősek Klubjában volt csoportvezető gondozónő. 1999-től napjainkig a házi segítségnyújtásban dolgozik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban a szolgáltatás indulása óta tevékenykedik.
Az elmúlt évek alatt rendszeresen részt vett továbbképzéseken, amelyekkel szakmai tudását bővítette. Munkáját magas színvonalon végzi. A pálya iránti elkötelezettsége, szakmai hitelessége nélkülözhetetlen az intézménynek. Mindig körültekintően a legnagyobb szakértelemmel gondozza az időseket. A családokkal jó kapcsolatot alakít ki, bizalommal fordulnak hozzá. Céltudatos munkájával, magatartásával példát mutat kollégáinak is. Jó humorával, vidámságával és sokoldalúságával színesebbé teszi a mindennapokat. Munkája, emberi magatartása alapján méltó Kazincz Barcika város polgármesterének elismerő oklevelére. Polgármesterének elismerő oklevelét kapja. Tehát Kazincz Barcika város polgármesterének elismerő oklevelét kapja. Harda Attiláné, az első számú bölcsőde vezetője, csoportvezető kisgyermek nevelője. Attiláné az egyes számú bölcsőde csoportvezető kisgyermeknevelője. Lelkiismeretes munkájával és jó szervezőkészségével magas színvonalon szervezi csoportja munkáját. Fontos számára, hogy jelenlétével és szakmai felkészültségével segítse a gyermekeket abban, hogy napjaikat vidáman és önfelett játékkal töltsék a bölcsödében. Munkáját mély elhivatottsággal, felelősségérzettel végzi. Gondozó-nevelő munkája a szülőknek is megnyugtató, hiszen naponta tapasztalják, hogy gyermekük biztonságban van, Bea néni szeretetteljes gondoskodása mellett. A szülők gyakran fordulnak hozzá szakmai tanácsért, és kérnek tőle segítséget gyermekük nevelésével kapcsolatban. Emberséges magatartásával, szolíd, de határozott egyéniségével kivívta a munkatársak és a szülők szeretetét, bizalmát és tiszteletét. A fiatal kolléganők gyakorlati felkészítése iránt is nagy felelősséget érez. Segíti őket a munkájukban, és igyekszik átadni azt a tudást, amellyel ő rendelkezik. A munkahelyi közösség egyik legaktívabb tagja, akire vezetője mindig számíthat. Példaértékű munkája, emberi magatartása alapján méltó Kazincz Barcika város polgármesterének elismerő oklevelére. Kazincz Barcika város polgármesterének elismerő oklevelét kapja Kálmán Lászlóné, az első számú idősek klubja intézményegység vezetője. A 40 éves munkaviszonnyal rendelkező munkatársunk. Középiskolai tanulmányainak befejezése után dolgozott a Bányánál, az Edelényi Fogyatékosok Otthonában, majd a Múcsonyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál helyezkedett el, s végül a Kazincz-Barcikai Szociális Szolgáltató Központ alkalmazásába került, mint mentálhigiénés munkatárs az egyes számú idősek otthonában. 2007-től intézményi egységvezetői megbízást kapott az első számú idősek klubjában. Bárhol dolgozott, mindig emberekkel foglalkozott. Tartalmas emberi kapcsolat kialakítására törekedett a munkatársakkal, az ellátottakkal és a vezetőkkel egyaránt. Mosolygós, kedves és barátságos személyisége alkalmassá tette arra, hogy bizalommal forduljanak hozzá az emberek gondjaikkal, bajaikkal, de ugyanúgy megosztották vele örömüket és bánatukat is. Szakmailag jól felkészült, tisztességes és humános vezetőt ismerhettünk meg személyében.
Hajnalka minden beosztásában arra törekedett, hogy az adott munkához megszerezze a szükséges elméleti tudást. Ennek szellemében kezdte el tanulmányait 1999-ben a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Karának általános szociális munkás szakán, és a diploma megszerzésének évében 2003-ban szakvizsgát is tett. Nagyszerűen szervezte és hangolta össze a munkahelyét és magánéletét. Egyszerre tudott lenni lojális, beosztott, korrekt, lelkiismeretes vezető, feleség, anya és nagymama. Hite, kifogyhatatlan szeretete, kedvező emberi tulajdonságai, pozitív gondolkodása átsegítette őt az egészségi állapotában bekövetkezett változásokon. Túl a gondokon, tele energiával, optimizmussal készül a jól megérdemelt nyugdíjas évekre. Munkája, emberi magatartása példaértékű, ezért méltó Kazincbarcika város polgármesterének elismerő oklevelére. Kazincbarcika város polgármesterének elismerő oklevelét kapja Kocsisné Urbánszki Ildikó, az Időskorúak Gondozóháza vezető ápolója. Urbánszki Ildikó 1999-től dolgozik a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ gondozóházában. Ezt megelőzően a Kazincbarcikai és Miskolci Kórházban tevékenykedett. 2003-tól vezető ápolói feladatokat lát el. Folyamatosan képzi magát, általános ápolói és idegelme szakápolói végzettsége mellé 2005-ben általános szociális munkás diplomát szerzett egészségügyi szakosodással. Pontos, precíz munkavégzésével, széles szakmai rálátásával és lexikális tudásával nagy segítséget nyújtott a kettes számú idősek otthonának 2003-as elindításával. A munka és a szakma iránti elhivatottsága példaértékű. Alapos, mindig törekszik a szabályok betartására és betartatására. Tevékenységét kiváló hozzáértéssel, szaktudással és magabiztossággal végzi. Váratlan helyzetekben is maximálisan lehet rá számítani, akár munkaidőn kívül is. Az ellátottak és hozzátartozóit szeretik, gondoskodó, empatikus, nyugalmat sugárzó természetéért. Bármilyen kéréssel, problémával fordulnak hozzá, erején felül is törekszik a megoldásra. Kiemelt figyelmet fordít a gyógyító, megelőző tevékenységek alkalmazására. Munkája, emberi magatartása példaértékű, ezért méltó Kazincbarcika város polgármesterének elismerő oklevelére. Kazincbarcika város polgármesterének elismerő oklevelét kapja Rátócini Rádai Sarolta, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Től dolgozik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatban, a kezdetek óta gyermekjóléti családgondozóként tevékenykedik. Ezt megelőzően bölcsődés gyermekekkel foglalkozott. Megjelenése a személyiségből áradó, elfogadó attitűdbiztosítékot jelent a vele kapcsolatba kerülő gyermekeknek, felnőtteknek, a vesztesmentes konfliktuskezelési eljárások megismerésére, a saját erőforrások feltárására, a megfelelő megoldási módok megtalálására. Munkájában vallja az egyén tiszteletét. A gondozásában álló fiatalok bizalommal fordulnak hozzá, megosztva vele életük nehézségeit, örömeit. Példás kommunikációval, empátiával sikerül a konfliktusokkal terhelt családok életében jelentős, meghatározó eredményeket elérnie.
széleskörű ismeretei, pszichológiai felkészültsége alapján különböző korosztályoknak nyújt segítséget, sok esetben életmentő kapaszkodót adva, legyen az bölcsödés, óvodás gyermek, általános vagy középiskolás tanuló. Kollégái mindig számíthatnak ötleteire, javaslataira. Igazi közösségi ember, aki önzetlenül segíti munkatársait. Szívesen és gyakran szervez csapatépítő jellegű szabadidős programokat. Több évtizedes munkája, emberi magatartása példaértékű, ezért méltó Kazincz Barcika város polgármesterének elismerő oklevelére. Kazincz-Barcika város önkormányzata 2009. decemberében alapította a Kazincz-Barcika város szociális ellátásáért kitüntető díjat, amely minden esztendőben annak a személynek adományozható, aki a szociális ellátás területén több éve kiemelkedő színvonalú munkát végez. 2015-ben Kazincz-Barcika város szociális ellátásáért kitüntető díjban részesül János Deák Lászlóné bölcsödevezető. Bölcsödés vagyok, bölcsödében kezdtem el dolgozni, és én azt gondolom, hogy a bölcsödében olyan szakmai munka folyik, amit bizony fel kellett, hogy értékelődjön. És ezt érezzük is, a szülők szívesen hozzák hozzánk a gyermeküket, és elégedettek, azért tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel, akár nyílt nap keretén belül, bölcsödekóstolgató keretén belül, és különböző rendezvényekre hívjuk a szülőket, és mindig csak jó véleménnyel távoznak a bölcsödéből. Közel 20 éve vezetőként dolgozom, és amikor elkezdtem bölcsödében dolgozni, akkor, tehát azért kezdtem a bölcsödében dolgozni, mert nagyon szerettem a gyerekeket. Nagyon jó érzés volt velük foglalkozni, és ahogy elkezdtem dolgozni a bölcsödében, egyre jobban megszerettem őket. És láttam ennek a szakmának az értékeit, amit természetesen mindvégig figyelemmel kísértem, vezetőnként is, és kisgyermeknevelőként is. És most is ugyanolyan értékesnek tartom ezt a szakmát. Just look beyond, the sun is
gondolom, hogy családias tud lenni a hangulat. Ehhez hozzájárul a gondozónői kis csoport is, akik nap mint nap végzik a munkájukat, a gyerekekért dolgoznak, és a szülők is természetesen nagyon szívesen jönnek hozzánk. Ezt a munkát én nagyon szeretem. A gyerekekért élek, és értük dolgozom. Lászlóné 1956. február 22-én született Sajó-Szentpéteren. Gyermekéveit Sajó-Senyén töltötte. Gyermekkorára a család szeretete, melege, szüleitől kapott sok figyelem, biztatás és elfogadás volt jellemző, amire életében támaszkodni tudott. Az általános iskolát Sajó-Vámoson fejezte be, majd a Miskolcon a Kossuth Lajos gimnáziumban tanult tovább. Az érettségit követően csecsemő és gyermekgondozó oklevelet szerzett. 2005. júniusában megszerezte a csecsemő és kisgyermekgondozó felsőfokú végzettséget. 1975-ben fiatalon kezdett el dolgozni. Kazincbarcikán a Pollák Mihály úti bölcsődében kezdte szakmai pályafutását, majd ezt követően a Csokonai úti bölcsődében folytatta. Vezetője már kezdetekben felfigyelt lelkiismeretes, odaadó munkájára, így megbízta a csoportvezetői feladatok ellátásával is. Munkáját a szakma iránt érzett alázattal, magas színvonalon végezte. Töretlen lelkesedéssel, kitartással, magas szintű szakmai felkészültséggel nevelte a rábízott gyermekeket. Az első között jelentkezett, amikor a bölcsödében speciális csoportot indítottak sérült gyermekeknek. Nagyon nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen látta el ezt a feladatot is. Munkájával, emberi magatartásával kivívta nem csak a felettesei, hanem a szülők, munkatársak bizalmát, szeretetét. Munkája elismeréseként 1995. október 1-től bölcsődevezető helyettesi feladatokat látott el. Munkáját a megbízhatóság, precizitás jellemezte. Vezetője mindig és mindenben számíthatott rá, hisz mindig teljes odafigyeléssel látta el feladatait. 2006-ban a Szociális Szolgáltató Központ igazgatójának dicséretében, 2009-ben a Szociális Munka napján Kazincbarcika város polgármesterének elismerő oklevele kitüntetésben részesült. Ezt követően 2011-ben nagyon nagy feladatot kapott, hisz megbízták a városban található két bölcsőde vezetésével. Ennek a feladatnak is nagy tenni akarással fogott hozzá. Sok éves tapasztalattal, melyet felelősséggel és kihívással teli környezetben szerzett, fogott hozzá ehhez a munkához is. Új szolgáltatások bevezetése kapcsolódik a nevéhez, mivel neki köszönhető mindkét intézményben a gyermekeknek kialakított sószoba létrehozása, ami nagy siker a kicsik és a szülők körében is. Ide sorolható még a játékos angol nyelvi fejlesztés szolgáltatás. Több mint 40 éve végzi munkáját magas színvonalon, munkájával kivívta munkatársai és vezetői megbecsülését. Az elhangzottak alapján János Deák Lászlóné méltó Kazincbarcika város szociális ellátásáért kitüntető díjra. Thank you.
Tavaly emlékeznek mondjuk rá, nem? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország egyik legsokoldalú Emerton díjas énekes színésze. 2010-ben jelent meg az Álomkép című lemeze. A lemez bemutató koncert óriási siker volt. A Kerek egész című dal után a Szájverem is láger lett. Tavaly rajongótábora őszinte örömére országos turnéra indult, melynek a harmadik Color Fesztivál is állomása. Fogadják nagy szeretettel a színpadon Berecki Zoltán! Időnként sokat szoktam beszélni, rám is szólnak. Most megpróbálom egy kicsit visszafogni magam, jó? Hogy minél több dal beleférjen ebbe a kis rövid időben, amik van. Úgyhogy kezdjünk is egy kis bemelegítéssel. Van egy ilyen dal. Már lassan 5 éves, de még mindig játszák a rádiók. Gyertek ti is. Szólt féltet, kincseit szét, szíved lágja másnak is értet. Visszapörgetjük megint az időkerekét, 60-as években eredetileg, de persze
akik most következnek, valójában a 80-as években tevékenykedtek. El is mondom, hogy mi történik most. Rock and roll fog következni. Ugye 60-as évekből indul. Ahol pohárköszöntőt mond Szitka Péter polgármester.